lámpák fénye villog, és semmi sem látsz. Ember tömeg vár, s akarja, hogy játsz. Így énekelt a Pokolgépből is ismert Rudán Joe a Vármegyeházán tartott 12. Borok és Húrok Fesztiválon Szekszárdon. A rock énekes egy visszafogottabb akusztikus műsorral kedveskedett a közönségnek. Rudán, aki az 1980-as évek végén Szekszárdon is élt, azt mondta, mindig örömmel tér vissza koncertezni a városba. Örömmel jövök egyébként Szekszárdra mindig, hát nyilván minden évben többször is játszok az azóta is, ugye különböző formációkkal. Meg hát ugye nem is beszélve például a Csörgetóról, azért csak itt volt 10 évig a Csörgetó, ami Gyimesi Sándor barátomnak voltam én a jobb keze itt a szervezésben, meg az összes többi jó kis koncert, ami volt akár a sportcsarnokban, vagy hát valamelyik szabadtéri színpontban. Örömmel jövök Szekszárdra. A koncerten az énekes szinte minden korszakából elhangoztak válogatott dalok. A leghíresebb Pokolgép daloktól kezdve a P-mobil slágerekig nyúlt vissza Rudán Joe. A fesztivál szervezője Csele Lajos szerint az akusztikus koncerteknek különleges hangulata van, és ezt kevés előadó képes átadni. Megdöbbentő, hogy egy gitár és egy hang gyakorlatilag a rock legendákat meg tudja szólaltatni, és nagyon, nagyon érdekesen, és tehát ez a fesztiválhoz illően akusztikussal, mi döntően akusztikus zenekarokat hívunk. Korábban szekszárdi, most pedig pécsi énekes koncertjén a fiatalok és idősebbek is közösen hallgatták a 20. és 21. század rock himnuszait, Rudán pedig néha személyes történetekkel, néha pedig humoros sztorikkal oldotta a hangulatot.